Szeretettel üdvözlöm a nézőket, Kolozsvár Társaság elnöke, Bukvár Péter vagyok. Nem szoktam bemutatkozni, de a feleségem azt mondta, hogy mutatkozzak be, mert két hónapja nem voltam a Borbénynál, és nem fognak megismerni, mert úgy nézek ki, mint egy hajléktalan. Ígérem, hogy a következő műsort már rendes frizurával fogok bemutatni. Egy egész társaságban nagy örömmel köszöntöm társaságunkban elsősorban Simon Gábort, akiről ez az mai interjú fog szólni. Simon Gábor a magyar, több mint 20 évig volt a magyar opera igazgatója, nyugdíjba ment, és megjelent jelen pillanatban a Sors Szimfónia címen Nános Csaba készített életinterjút Simon Gáborral, és ez adta az ötletet, hogy Gáborral készítsünk egy interjút. Tudnék, a Kolozsvár Társaság az rendszeresen, hetente leadja a műsorát, vagy a régi felvett előadásoknak a előadásokról készült filmet, és közben két-három előadás után mindig csinálunk egy élő interjút, készítettünk Urai Zoltánnal, az úszó orosz lányokkal, vagy az Amerikában élő Nikolász Bodor, aki Bodor Miklós néven született Szatmáron és milliómos lett, és Florida állam hírességeinek a falára ki van téve a szobra. Egyik oldalán Thomas Alva Edison, a másikon pedig a Henry Ford, az autó király, úgyhogy elég jó társaságba került egy magyar gyerek, aki a Bolyai Egyetemen végezte a kémiakat. Nekem meg véletlenül évfolyam társam is, nagyon jó barátom. Tehát most jelen pillanatban ez a műsor Simon Gáborról szól. Nánó Csaba Sors Szimfónia címen készítette vele az interjút, és a könyvet a Prospero sorozat, könyvek sorozatában adta ki a Áber könyv kiadója, akinek a munkatársa itt van köztünk, bemutatom a társaságot, tehát Szikszai Attila, az Áber könyv kiadó munkatársa. Jó magam, már bemutatkoztam, remélem, hogy eltekintenek a frizurámtól. Simon Gábor a főszereplő, és Nános Csaba, aki a interjút készítette. Érdemes a könyvet meg elolvasni, kicsi könyv, de nagy életmű van benne. Nános Csaba nagyon ügyesen kérdezett, Simon Gábor értelmesen válaszolt, élvezett a könyvet olvasni, majd részletesebben fogunk róla beszélni. Az Áber kiadó munkatársától szeretném megkérdezni, hogy miért csak most jelenik meg, hiszen Simon Gábor már több mint 10 éve nyugdíjas, és tavaly, mondjuk a kerek évfordulóra tavaly töltötte be a 75. születésnapját, és csak most készült el ez a könyv. Miért? Mert van valami, meg tudod magyarázni, vagy nem kellett volna inkább akkor, amikor nyugdíjba ment, vagy amikor 75 éves? Hát igazából erre a kérdésre szerintem Csaba fog tudni válaszolni, mert ugye ő készítette az interjút, és úgy így állt össze ez a könyv. Tervben, hát ugye tavaly ősszel jelent meg a könyv, késő ősszel, majdnem télen. Ezt a sorozatot ti átvettétek a... Igen, tehát a sorozatnak és a könyveknek is az értelmi és szerzője, vagy úgy mondjam, hogy akitől az ötlet származik, az indítója, az Demény Péter. És ő is a szerkesztője a sorozat könyveinek. Na most a sorozat az először a Polis kiadónál jelent meg, utána átkerült a Koron Compress kiadóhoz, és most 2,5 éve került át hozzánk a sorozat, és eddig nálunk 3 kötet jelent meg, az első Cybertről, utána Gáborról, és Sata Árpádról jelent meg. Vannak előkészületben még a sorozatnak újabb
könyvecskéi, például M. Kovács Lenkéről, igen. És gondolom, hogy róla mindenki hallott már és tud róla, és Váradi színészről, Dobos Imréről például készül kötet. Na, köszönjük szépen! Azt kell mondjam, hogy a Gáborról készített könyvek Sors szimfónia címen, ez itt a Demény Péter, vagy Demény Attila, aki az előszoba teri találatnak nevezi a Sors szimfónia címet, hiszen egy nagyon teljes életműről szóló, nagyon érdekes és nagyon fontos embernek a munkájáról szól, aki egy tehetséges, nem csak arról híres, hogy a magyar opera igazgatója volt 20 éven keresztül, hanem kiváló tájfutó volt. A feleségét is a tájfutásnál ismerte meg. A felesége többszörös országos bajnok tájfutásban. Annak idején én emlékszem, amikor a gyerekeknek volt tájfutó versenye, vagy síversenye Kolozsváron, akkor vagy a Fej családnak, vagy a Simon családnak, vagy a László családnak, vagy a Brodsky családnak a gyerekei szerepeltek, tele voltak ezekkel a könyvekkel, ezekkel a nevekkel az újságban. Térjünk most rá Simon Gábor életére. Én megkérem Nános Csabát, aki a könyvnek a életmű könyvről, én életműnek a kérdezője volt, hogy most is kezdjed el, és lássuk, mutasd be Simon Gábort, mint diákot, mint az opera, fuvola művésze a zenekarban, mint tájfutó és térképrajzoló, versenyeket rendező, és természetesen majd, mikor átveszem tőled a stafétát, amikor belőle a operánál igazgatót csináltak. Természetesen közben bárki bármikor feltehet kérdéseket, és szeretném, hogyha emberközeli lenne ez az interjú, ha valami szépet, okosat, jót, anekdotát tudjátok színesíteni egy kicsit az interjút, hiszen ez egy műsor, amit beillesztünk a Kolozsvár Társaság heti előadásaiban. Nános Csaba, tiéd a szó, kérdezed a főszereplőt. Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a nézőket, Isten hozott Gábor. Szerint. Hát azon kívül, amiket felsorolt itt Péter bácsi, te még sok minden voltál, de erről majd beszélünk. Szeretném megválaszolni ezt a kérdést, hogy miért csak most, és nem előbb. Tulajdonképpen, ahogy Gábor nyugdíjba ment, te is emlékszel, már akkor terveztük, hogy meg fog jelenni egy könyv, aztán a körülmények úgy alakultak, hogy ezt nem tudtuk megtenni. Aztán adódott a megfelelő alkalom, amikor Szejbert Istvánnak a könyvét bemutattuk, hogy Demény Péterrel a könyv, a sorozat szerkesztőjével ezt letárgyaljuk. Ő is örömmel vállalta. Úgyhogy szerintem most se késő, hogy megjelent ez a szép könyv. Induljunk útnak, Gábor. Sepsi Szent Györgyő születtél 1945. március 29-én. A háború vége előtt nagyjából egy hónap volt. Gyermekkorodban még érződött a háború hatása? Ajaj. Hát Szent Györgyi emlékeim ugye elég gyerekabb a csecsemőkorból, de egyet a könyve is elmeséltem, mikor bejöttek a szovjet katonák a házunkba fegyverrel, állít fel fegyverkezve. Anyám éppen fürdetett engem, még kicsi baba voltam, és ilyetében magába szorított. A katonák puskát emeltek apámra, meg aztán a nővéremre is. És anyám megijedt persze rettenetesen, és magához szorított, és én elbüktem magam. És ezt mikor meghallották a kedves szovjet katonák, rögtön megpuhultak, fegyvert leeresztették.
meg megpuszikáltak, elmentek. Úgyhogy ez volt az első életmentő akcióm az életben. A könyvben szerepel egy címer, ami azt bizonyítja, hogy a Simon család az egy, tulajdonképpen egy arisztokrata család volt. Igen. Erre mikor döbbentél rá, vagy ez egyáltalán téma volt a családban? Há, hogyne. A Szent Györgyi házunk egyik szobájának a alán ott csüng ez a címer, amit Bocskai fejedelem idején kapott a család 1600-valahányba, nem tudom, mindegy. Én ilyen pontos adatokat a háromszéki nemesi családunk című kötetből vettem, mert ott két vaskor gyönyörű kötetben el van mesélve minden székely nemesi családnak az eredete, és amit tudnak róla ma. Ott ez a címer is fekete-fehérbe felelhető. Hát a nemességem előnyeit sokat nem élveztük. Semmi egy pillanat, hogy közbeszólok. A címer, mert van jobb alsó sarkában egy állat. Az micsoda? Ló, szamár vagy? Két állat van. Van egy pegaszus és egy oroszlán. Egyik a gyorsaságot, a sebességet, a másik az erőt. De nem úgy néz ki, mint egy pegázus. Hátulról van a fényében. Lényegtelen, csak... Balasú sarokban az van, és egy, nem egy oroszlán, bocsánat, egy ló. Egy ló? Na jó, rendben van. Csak nem tudtam, hogy mi az. Hátulról van le. Szóval, kedves nézők, tudják meg, hogy egy nemesi családból származó volt opera igazgatóval beszélgetünk. Tessék, bocsánat. Na hát igen, ennyi, mert ennek csak a hátrányát élveztem én elég évtizedeken keresztül, hiszen gyerekkorunk, ugye mi voltunk az osztályjelenség, akkor dúlt a legnagyobb kommunista terror. Apámot mindenhonnan kirúgták persze, ő magánvállalkozó volt korábban, elvették mindenét, volt egy könyves üzlete a Mikósarkán, voltak valami erdők meg mezők, család tulajdonába, ezeket mind elvették persze. Apám okos volt, és mikor még volt a pénzéből annyi, hogy felépítsen egy házat, az 48-49-ben, azt téglába hagyta, pirosba hagyta, nem okolta le, hogy olyan félkész háznak nézett ki, hogy nehogy valaki szemet vessen rá, hiszen akkor az eltársak mindenben nagy előnyöket élvezhettek. És így meg, ez a húzás volt a titka annak, hogy a házat nem vették el. Egy nagy ház, ami mai napig is megvan, ott van Szent Györgyön, most már be van vakolva, és évente mi is, meg a nővérem családja is sokat időzünk ebben a szülői házban. Szintén a gyerekkori nemesi utóhatásnak tudható az is be, hogy engem a Mikóba, ahova kezdtem járni iskolába, hetedikes koromban kvázi kirúgtak. Megmondták apámnak, hogy ne is próbálkozzak felvételizni, mert akkor 7-ből 8-ba kellett felvételizni, mert úgy se lesznek föl, mert rossz a dosszár. Azért én felvételiztem, és jelesre sikerült a felvételi, de persze, hogy nem vettek föl. Apám jött haza, kinültünk az egyik osztálytársammal, aki szintén írtanuló volt, és szintén nem vették föl. Jött fel, és mondta, hogy nyugi, nincsen semmi baj. És apám elintézte, hogy kézhívás erején fölvettek akkor nagyon jó nevű liceumba. Egy évharmadot maradtam csak kézdén. Aztán átmentem Brassóba, ott a másik két évharmadot, a brassói iskola éveikre mai napig is nagy örömmel emlékszem. Sportiskola volt, Lezser nagyon kötetlen műsorral. Olyanokat csinált. Volt egy 100 felügyelőnk, mert benlakó voltam, és esténként felmentünk a centre, ami pont ott volt az iskola fölött, mai napig is ott van ez az iskola. És ott ugye 100 kollégák, meg román, meg magyar, mindenféle náció volt. Bementünk, ameddig volt időnk,
elővette valamelyik a gitárját, egyet-kettőt, ott énekeltünk, hajnalig. Tehát lejöttünk, minden futva, mert akkor ugye sportolók voltunk, és beértünk az első vagy a második órára, nem volt fontos. De volt az egy tanulás is, és nem, ebben az évben volt, mikor apámig kitalálták, hogy ez nem egy mesterség, hogy menjek szépen zeneiskolába. De honnan jött ez az ötlet? Volt a családban zenész? Igen, anyám elég komoly zenei képzésben részesült az ő fiatal korában még, Bágya Andrástól, és ő zsenge gyerekkorunkban már oda tett a zongora elé. Volt a házban zongora? Volt a házban zongora, persze. Annyi megmaradt a régi időkből. És az anyukám, ugye én már akkor elég jól zongoráztam, amikor ez a zeneiskolásdi szóba jött. És feküdtek Kolozsvára, itt volt nekem egy unokatestvérem, aki elvitt Gutmann Misi bácsihoz, hogy beszéljek vele, meg fordasson meg egy kicsit, hogy mire való vagyok. És ő javasolta azt, hogy legyek fúvolista. Na és akkor az lettem. Nem Kolozsvárban, mert ott a mozosztályban éppen nem volt hely, de átadtak Marosvásárhelyen. Marosvásárhelyen volt akkor a én szerintem legrangosabb zeneiskola a Romániában. Olyan rangos tanárok és igazgató volt, mint a Erkel Sarolta, Erkel valahányadik leszármazottja, Oldalági ugyan, Trózner Jóska, a férje, aki Bécsben végzett zeneszerző meg tanár volt, meg Szász Károly, emlékszem szívesen, meg Krajcer Ervin volt a fuvolatanárom. Szóval jó kezekbe kerültem, és ott érettségiztem, fúvolával. Én visszatérnék egy kicsit a sportra, hiszen, ahogy Péter bácsi is említette, évtizedekig tájfutottál, vagy tájfocottál, hogy te szoktad mondani. A nővéred az egy elég komoly kosárlabdázó pályát futott be. Téged nem vonzott ez az élsport? Hát De hogy nem. Hát együtt kerültünk a brassói sportiskolába. Csak hogy őt hagyták a szüleim ott, engem meg elkergettek a zeneiskolába, amit én ugye nem láttam meg, de ettől távolodtam el, itt távolodtam én a profi sporttól. Nővérem ott maradt a brassói sportiskolába, és egy profi kosaros lett belőle. Magas termetű, ügyes lány, mai napig is még nagyon jól néz ki, tartja magát. Nálam 2 évvel idősebb, ő Bukarestben él, és a brassói évek az eredete annak, hogy ő bekerült először a brassói ottani A-divíziós kosárlabda csapatba, tehát bekerült Bukarestbe az ottani, akkor Stinca néven egyetemi sportklub volt, az végigbajnokságokat nyert, majd bekerült a román válogatottba, és pont a legkínosabb időben, amikor nekünk nem lehetett még a szomszéd országba se elmenni, a válogatottal összejárt a világot, és mindig nagy élménnyel hallgattuk, mint a hazajött a beszámolóit. De hát én nem lehettem, én imádtam kosárlabdát, mai napig is szeretnék, de már nem tudok, de elég sokáig, már öreg koromban is még leálltam az unokáimmal kosarazni. Egyszer majd játszunk együtt. Én is szeretem. 9 évig kosárlabdáztam. Ez mellékes. Eljutottunk az egyetemig. Kolozsváron egyből bejutottál? Bete, amit akkor nagyon nehéz volt. Ezért kérdeztem, mert azért általában úgy eltetni egy évére valaki. Ez egy dolog, azt nem tudom, hogy a könyvben esélem-e, hogy akkor ez 63-ban volt, akkor a Zeneakadémián volt magyar szak persze, mondom én persze, akkor még természetes volt, de a román nyelvből kellett felvételizni, és az volt a legszigorúbb felvételi, nem a hangszeres, nem az egyéb zeneelméleti tantárgyak, hanem a román vizsga. És a román vizsgán ékes hangszeresek estek ki.
a Kolozsvári Zeneakadémián. Nekem az volt a szerencsém, hogy apám 5.-6. osztályban Szent Györgyön átiratott a román osztályra. Nem is osztályra, hanem egy román iskola, mert mikorban nem volt román osztály. És 2 évet jártam román iskolában, ami mai napig is élvezem ennek az előnyeit, de akkor ugye frissen ráadásul, vagy frissebben, mint ma, nagy előnyöm volt, úgyhogy én nem buktam meg románból. De a legjobb szakszeres kollégáim bizony kibuktak, és elmentek Jászba, ahol nem volt szempont, ott, nem tudom, ott is volt felvételi románból, de nem vették komolyan. Úgyhogy én bejutottam egyből, és nagyon élvezettel jártam 5 évet a Kolozsvári Zeneakadémián. Nem voltam én egy él hangszeres, inkább elméletfele vonzottam. Szerettem volna karmester lenni, de aztán nem lett belőle semmit. Csak ilyen néha-néha operás koromban majd kitérünk később. A Zeneakadémián kik voltak a mesterei? Azt akarom mondani, ugye a hangszertannár az egy Kosztrál Gabriel nevű nagyon jó fuvolista. Volt a hangszertannár, akkor még volt olyan, hogy Agamos János, meg Szalai Miklós, meg Terényi Ede, ő még van most is, meg Vetter György, meg Földes László. Ilyen tanárok voltak akkor, akikre nagyon nagy hálával gondolok vissza. Sajnos másokkal nincsenek köztünk. De hát Bretter, meg Földes, hogy mit tanítottak? Filozófiát, szocializmus, meg ilyen. Uh-huh. De olyan bravúrosan lavíroztak az akkori elvárások, meg az ők belső kultúrájuk, meg lelkületük között, hogy nem volt egy vonalas óra egyik se. A akkori divatos nyugati eszmékről tartottak nekünk olyan előadásokat, hogy egy muk nem volt az osztályban. Földes volt az, aki bejött az osztályba, nagy cigarettás volt, mert az a lapos maros estit szívta. És még az ajtóból a katedrára hajította, vagy 2-3 csomag cigarettáját, neki dőlte valamelyik falnak. Ez a Mátyás házba tartotta az óráit. Biztos mai napig is megvannak azok a lyukak, amik mondta a gyönyörű gondolatokat. Egyik kezével cigarettázott, a másikkal meg vakarta a falat. És bizony, hetek múlva egy buk lett, és egyen nagyobb évek alatt meg oda be lehetett hangzni. Szegény Bretter megbízták olyanokkal, amik hát nem az ő rangjához illő. Ő volt például a Zeneakadémia fiú bennlakásának a tanárfelügyelője. Nem a fizetett ott lévő munkus, hanem akit a párt akkor kinevezett, hogy ő menjen és felülvigyázza a fiúkat. Évfélig, vagy még néha azután is ott maradt köztünk a Pisomás fiú társaságában a bennlakásban, és mondta a gyönyörű gondolatait, amik szinte többet értek, mint a hivatalos órái, mert ilyen körülmények között ő is kötetlenebb volt. Hát vannak nyilván élmények a zene akadémiai időből, de hát maradjunk ennyivel. A könyve egy párat még elmesélek. Igen, amit azt hiszem, hogy nem is én sem kérdeztem rá, hogy ott zenekari szinten zenéltetek, vagy mindenki úgy magának? Nem, hát kötelező zenekari órák voltak, meg koncertek. Váltakozva voltak karmestereink, menő karmesterek voltak az oktatóink. Zbürcse volt egy pár évig az oktató, arra emlékszem. Koncertjeink voltak, persze az öreg Gonnai volt zenekari tanár, kvázi. Ez is egy érdekes sztori, ezt muszáj elmeséljem, hogy én elég rakoncátlan kölyök voltam. A Rohan Operában, a zenekari árokban volt valami próba, a mi zenekarunkkal, színpaddal, mert valami az operával, vagy az opera osztályal közösen volt valami produkció, és én ott biztos beszélgettem, vagy valamit nem csináltam jól, és az öreg Rohanainak volt egy fekete füzete, és minden
sérelmet oda beírt, amit mindig valahogy visszafizetett. Ő egy ilyen típus volt. Magyarul bosszúálló. Bosszúálló volt. És lekerültem a fekete könyvbe, és évvégén megbuktam zenekarból. Mert az nem egy olyan tantárgy, amiből vizsgázni kell, de ő megbuktatott. És kellett jöjjek ősszel pótvizsgázni zenekarból. Ami önmagában egy abszurditás, mert a zenekar az nem én vagyok, hanem együtt. És jöttem, és ő is itt bejött a megadott időpontba, és akkor mondta, hogy na látja a sima helyettárs. Nem kellett volna akkor, nem terenkedjen, na menjen haza. De ezért én szennyőről fekélyet jöjjek össze, megmutatta, hogy ki a nagyobb. Na, ez egy érdekes, ez egy élmény volt nekem azóta is, aztán később... Később kollégák lettetek, mikor, gyakorlatilag. Hát kollégák konkrétan nem, de a szakmán belül igen. Mert ő is volt korábban igazgató is, meg hát vezényelt ugye a magyar operában is, különben a román operában többet, ott volt alapállásban, de látogatta az opera előadásait, és nagyon szeretett engem, hogy így mondjam. Ő drukkolt nekem, és sokszor bejött az irodába, és nagy turista volt ő ilyen idézőjelben. Neki gyerekkorában valami szánkóban esett okán, ez a lábával valami baj lett. És egy életen át sántítania kellett, és azért, hogy ezt valahogy legyűrje, rég nyugdíjas volt, mikor még mindig megcsinálta azt a körutat, hogy fölment a Tordai úton, fel a Bükkbe, és a Bükkön keresztül azon a szerpentinen lejött Monostorra. Ezt az öreg még 80 éves korában is megcsinálta. Eljutottunk az egyetemi évek végéhez, akkoriban, ha jól tudom, akkor kihelyezték az embert. Igen, nekem szerencsém volt, mert bizonyos körülmények, szerencsés körülmények folytán itt Kolozsváron tudtam maradni. A Magyar Operában nem volt így szabad hely, de lett szabad hely, és a zenekarba kerültem futbolistának. Ami rendben volt, és én nagyon élveztem, zenekari hangszeresnek nagyon jó voltam, azt mondják. És 4 évig voltam a Magyar Opera zenekarában. Ez egy nagyon jó tapasztalat volt a későbbiek szemszögéből is. De ott is már akkor meg akartam váltani a világot, és biztos én most megértem az akkori igazgatót, akit Zimberger Sándornak hívtak, aki egy kiváló rendező, meg kiváló zenész volt. Ezt nem szerettem, meg is mondta nekem, hogy Simonettás magát nem én, de a kollégái ki fogják majd utálni innen. Mert mindig okoskodtam, meg ilyen, mondtam nagyokat, meg kellemetlen lehetett, főleg az igazgatónak. És a 4. évad után kaptam egy papírt, hogy többet nem hosszabbítják meg a szerződésemet. Én ott nyilván rosszul esett, mentem jobbra-balra a párthoz, meg a szakszervezethez, de hát ezek bár szervezetek voltak az operában, úgyhogy az utcán maradtam. És meddig tartott ez az utcai maradás? Hát egy évig totál munkanélküli voltam, akkor néha bejártam a rádióhoz, leadtam egy a híradónak egy ilyen riportot, elküldtek gyárakba ilyen a globális akkordról készítsek riportot, a Technofilmba vagy a Metallurgosúba. De néha a koncertekről is beolvashattam egy beszámolót, és akkor nagy nehezen, kemény versenyvizsga árán bejutottam a könyvelosztó központba. Kellett ilyen hosszú számsorokat összeadni, meg egyéb kérdésekre válaszolni. Tulajdonképpen 180 fokos fordulatot vett az életet. Az biztos. És pont abban az évben, amikor kirúgtak, kaptuk meg a már korábban befizetett tömbház lakásunkat, akkor kaptuk meg. Te már nős voltál? Nős voltam, persze, 68-tól. És
akkor született az első gyermekünk pont abban az évben, pont azon a nyáron. Tehát a lakás is, meg az első gyerek is pont akkor jött, mikor én az utcára kerültem. Úgyhogy ez egy nehéz év volt, akkor a feleségem fizetéséből tengődtünk, ugye, hogy meg ezek a bedolgozások ide-oda, riportok, meg minden, azok csak ilyen csúrancseppen, az egy sörre hajlik volt. De az, hogy mégis hát valamennyire tudtam kötődni értelmiségi szinten is az élethez. De a Könyvelosztó Központban volt egy olyan, hogy a munkahelyekre kiosztandó könyveknek a központja, ez a Bob utcában egy pincehelyiségben volt, ahol jöttek a különböző gyárak, intézmények, iskolák, egyetemeknek a képviselői, és nekik lehetett elvinni kölcsönbe, hitelbe kvázi, nem kölcsönbe, hitelbe könyveket, és amit részletekbe visszafizett. És ő is úgy adta el a munkahelyen, hogy neki is részletekbe fizethettek a... Hát nem volt egy buta dolog. Nagyon sok könyvet adtunk el. De emlékszem, hogy a későbbi igazgató úr az utcán egy asztalon árulta a könyvet a városban. Igaz? Igen. Én azt mondom, hogy vettem is tőle könyvet. Ez azzal is járt, hogy... Tehát egyrészt ott benne a pincébe csomagoltuk a könyveket, másrészt meg kiálltunk, mikor rosszul állt a bevétel, kiálltunk oda a sarokra, a Pontival szemben, állottuk. Nem volt az egy rossz hely, nagyon sok későbbi intellektuál volt könyváros az utcán. Volt egy trükk, ugye rengeteg barátom volt, és olyan trükköket csináltam fogadásból a főnökömmel, a könyves főnökkel, hogy fogadjuk, hogy eladom, nem tudom, ezt a stószt, ami ez már évtizedek óta nem jut senki. Kiraktam oda, és megkértem a fiúkat, hogy sorba jöjjön, és olyan nagyon panikszerűen ügyenek el, aztán majd később visszaadják. És akkor jövőmenők, az emberek látták, meg sem nézték, hogy mi az, és vitték. Kaptam vissza a fiúktól, tettem vissza, de így mind vitték, és így elfogyott a pakli könyv. Ilyen tükökkel kellett akkor dolgoznunk, de hát nem járt, nem voltak azoknak rossz könyvek, nem létezik rossz könyv végül is. Én hálás vagyok annak az évnek végül is, mert bekerültem egy olyan világba, ez az egész könyvvilágnak a rendszerezése, a tudományos kezelése, ez egy olyan világ, aminek örvendek, hogy részese lehettem. De azért gondolom, hogy a szíved nélkül csak a zene felekozott fel. De jut eszembe, akkoriban volt egy ilyen sztori, hogy ha belépsz a párt, akkor még igazgató is lehetsz ott a könyves. Jött hozzám a Könyvelosztó Központ pártitkára, most is előttem van, egy jóképű hölgy volt, ő volt a pártitkára, és mondta, hogy ha én belépek a pártba, akkor a egyben soron következő nyugdíjazás előtt áll az egyetemi könyves üzletnek az igazgatója, még most is emlékszem a nevére, egy Blász. Úgy hívták, hogy Blász. És ő megy el, és akkor, ha... Mert az egész Könyvelosztó Központban nem volt senkinek felsőfokú végzettsége. Csak nekem. És akkor ennek okán, meg ha pártag is lennék, akkor akár az egyetemi könyves üzletnek az igazgatója is lehetnék. De hát megköszöntem szépen. Ilyen szépen hangzott volna, hogy Nemes Simon Gábor pártitkár a Könyvelosztónak. Nem pártitkár, nem kellett pártitkár, de végül is apámnak is volt könyvesboltja, úgyhogy nem is állt nem családtól veszve. De el tudtad volna képzelni, hogy ott egy életet lehúzza. Szóba se jöttet. És hogy kerültél vissza? Mind a pártagság se jött szóba. Az sem volt könnyű. Én közben otthon gyakorolgattam, kuborán is, zongorán is. Hogy is volt akkor? Emlékszem, hogy a balett sulinak egyik tanárnője, egy kedves barátnőnk, a Wendler Éva, akivel sűrűn találkozgattunk, jött, különben a Román Opera ékes táncosnője volt, jött hozzám, hogy van hónap után, hónap felvételi van egy korrepetitori állásra
a Valett Intézet, de nem érdekel? De, miért ne? Szóltam minden lakónak a blogban, hogy zongorázás lesz reggelig, mert ez a helyzet. Meg volt egy kötelező, kellett tanulni egy bakot, egyet, mint ahogy három darabot gyorsan meg kellett tanulni. Amit így valamit tudtam, valamit akkor tanultam meg, és másnap reggel elmentem a balett iskolába felvételizni korrepetitornak. Na, és akkor sikerült. Hála, a balett suliban sokat kell improvizálni, tehát kapásból zongorázni, olyant, ami kell a gyerekeknek a megfelelő gyakorlathoz. És erre az improvizálás a legjobb műfaj, amit én köszönhetően annak, hogy a Vásárhelyi meg a Zeneakadémiás éveim alatt olyan tanároktól kaptam útmutatót az ilyesmire, amit szinte életem végig tudtam kamatoztatni. Úgyhogy bekerültem a Balett Intézetbe, és 17 évet zongoráztam. De Gábor, ez lehet, hogy egy kicsit fényes kérdés, de te, aki ugye mindig zeneakadémiát végeztél, az opera zenekarában működtél, nem volt egy kicsit ilyen, nem érezted Rangon Aluninak azt, hogy ott gyerekeknek zongorázolsz? Hát őszintén szólva nem. Nem, mert az akkor idők, tehát gondoljuk bele, ez 73-tól 89-ig történt, 90-ig gyakorlatilag. Úgyhogy az akkori riadság, ugye ki is rúgtak, meg a lakás, meg a gyerek születése, meg minden egyéb olyan alázatra szoktatta az embernek a gondolkodását, hogy örvendem, hogy élek. És hogy mégiscsak egy álláshoz jutottam. Én élveztem különben a korrepetitorságot, hogy mindenki szép, ugye ez az alapvető, hogy mindenki szép, a tanárok is, a diákok is. Én nagyon szerettem ott jönni-menni. Egy nagyon jó laza társaság volt a Balett-suliba, az igazgatóval az élen, a Russzó Emil, aki mai napig szívesen emlékszem rá vissza. Ott is volt egy valóda a alaksorban, ahol mindig volt egy kicsi zugipia, és mikor lyukasornák voltak, akkor ott bizony találkozgattunk, és ott nagyon jól az igazgatóval az élen kellemes órákat töltöttünk el néha, meg elég közel volt a Mayer kocsma, ami akkor kocsma volt, ilyen köpülés kocsma. Oda jártunk gyakran, ott volt egy kis kertrésze, most már nincs. Volt egy gyönyörű platánfa. Ma is megvan. Ma is megvan. És akkor a platánfa árnyékában két-három ilyen ordinári vasasztal, meg vasszékek voltak kirakva, és oda szinten okolt akkor Demény Attila is közel lakott a Vörösmarty utcában, és akkor néha bejött hozzám a Balett iskolába, leült mellém a zongorához, és mondtam, hogy most két negyedben vagyunk, ugye, mert ő is kezdett ott, négy keresztünk. Működött a dolog, nem zavarta a tanárt sem, a gyerekek élvezték nyilván. Utána elmentünk a Mayerbe. Olyan híreségek jártak többek között, mint Nock Hedley, ugye, a egykori motoros bajnok. Igen. Babarczi László különben a rendes neve. Igen. Hol ért a forradalom? Szentgyörgyön. Lévén, hogy karácsonykor mindig azon mentünk Szentgyörgyre. Kolozsváról is, meg Bukoredből is a nővéremnek. És az érdekes volt, hogy a nővéremnek a lánya lement kenyérért, vagy tejért reggel. És mondta, hogy nem lehet oda jutni az üzlethez, mert katonák sorfalt álltak, és megijedt a leánkas, hazarohant. És akkor kezdtük, bekapcsoltuk ugye a tévét, rádiót, és Szentgyörgyön, hát ott is volt valami ramadúri, de annyi volt az egész, hogy jöttek ki minden gyárból, meg iskolák, nyilván abban maradt a tanítás, vagy nem is voltak, akkor vakáció volt már, a téli vakáció. Azt hiszem. Az. Az, ugye? És
az egész Szentgyörgyi forradalomban a lényeg az volt, hogy mikor már ugye a rádióval bemondták, hogy elrepült a elnök úr, elrepült, anyám lejött, egy magaslaton rakunk Szentgyörgyön, lejött oda, ahol volt a tömeg, megtalált bennünket, és mondta, hogy na, még a forradalom, gyertek haza, meg kívül a leves. Vége forradalomnak, mars haza. Tehát nagy, este ellenben hívtunk a teraszra, és láttuk, hogy a város különböző távoli pontokban ezek az úgynevezett terroristák tüzeket gyújtottak, ilyen szénakazalok égtek meg, egyebek, hogy legyen valami díszlete is a résznek. Diverzió folytott. Diverzió folyt, de csak ilyen vidéki szinten nem volt ilyen halálok, meg ilyen. Kisebb város, kisebb diverzió. Igen. Gábor, benned akkor megmozdult valami, érezted, hogy neked is váltani kell? Mert hát ugye rengeteg ember akkor szakmák, pártok, meg mindenbe belekezdett. Nekem akkor még kínosabb volt a helyzetem, mert mi is áldozatul estünk annak a divatnak, hogy el kéne hagyni az országot, és beadtuk a papírokat, és engem a tanügyből kirúgtak. Tehát én abban a pillanatban megint munkanélküli voltam. Tehát már másodszor rúgtak ki. Másodszor rúgtak ki. Na nem az iskola rúgott ki, hanem a tanügy és a párt. Tehát minden tankádert, aki ilyesmire vetemedett, azt helybe kirúgták. Utána visszavettek, tehát utána lecsillapodott a forradalmi hét, meg kezdett az élet tovább működni, úgy, ahogy akkor jött egy olyan rendelet, miszerint vissza kell vegyék az ilyen magamfajtákat, akiket emiatt kirúgtak, és nem mentek el, és vissza is vettek a balesülő, de akkor már nem volt korrepetitori hely, hanem zongora mellékszakot tanítottam. Ilyen klavírtanti voltam, ez nem probléma végül is, azt akárki meg tudja csinálni, akinek ilyen zeneképzettsége van, de ezt csak 3 hónapig kellett csináljam, mert márciusban már jött az opera kínálta lehetőség, amit én elég bátor voltam, akkor elfogadtam, hogy kvázi fejest ugrottam a mélyvízbe, de tudtam úszni. De akkor volt kollégák, ismerősök, barátok, mert rád álltak, bíztattak, hogy vállalod el? Persze. Kedvesen emlékszem vissza azokra az évekre, amikor rendszeresen feleségemmel együtt jártunk a Szent Mihály templom énekkarába énekelni. Próbákra is, meg misék alatt komoly műveket énekeltünk, és az énekkarban komoly zenészek voltak, Kriza Ágival az élen, aki nem csak szóló szerepeket vállalt ilyen alkalmakkor, hanem énekelte a kórusban is. És utána az akkori kántor, a Gerő Vilmos szembe lakott a parókia oldalában, és mindig felhívott párunkat hozzá egy kicsi pálinkázásra, és ott mindig valami okosat találtunk ki, hogy hogy lesz, mint lesz. És akkor kialakult egy ilyen jövőt építgető hangulat. Azt hiszem ennek is, meg persze egyebeknek is köszönhetően a forradalomnak nevezett valami után, mikor már lecsillapodtak a kedélyek, akkor jöttek a javaslatok, jöttek az ötletek, jöttek minden művészeti intézmény élére, akkor kellett cserélni, még ha nem is kellett volna, de ez a kor diktált az ellen. És akkor többek közt a kolozsvári Magyar Operában is új igazgatót akartak. És akkor így. Ennek egy külön története van persze, mert nem olyan egyszerű. Mert az, hogy a javaslat megszületett, az egy jó dolog, de a művelődési minisztérium is akkor alakult ki az új felállításban. Akkor Pressu volt a miniszter, Horváth Andor volt az államtitkár, és oda fel kellett 2-3-szor is menni, és komoly agymosások árán értem el azt a kitüntető döntést, hogy
hogy akkor én leszek az igazgató. Tehát nem volt kiirdetetve sem izga, mint hogy ez kell. Mert akkor még nem volt ez kitalálva. Akkor indult az élet az országba. Na, ez egy következő 20 éves korszakot, amiről Buffal Péter fog téged kérdezni, kényes dolgokról állítólag. Hát sokunknak hozott változást a 89-es fordulat, és tényleg azt hittük, hogy végre jön a Kánaán, és demokrácia lesz, és egy új életet fogunk kezdeni. És nagyon sokunknak váltott, sokan váltottunk foglalkozást. Én 30 évi gyógyszerkutatás után politikus lettem. Együtt indultunk a pályán Simon Gáborral, ő az Operánál, én az RMDS-nél voltam megyei elnök annak idején. És természetesen drukkoltam Simon Gábornak, nekem semmi részem nem volt abban. Horváth Andorék, Fiza Ágiék javasolták, és akkor még ez a Plésoni rendkívüli ember volt, és Horváth Andor szintén, akiből később a korunknak a főszerkesztő helyettese lett. Tehát sokat vártunk mi ettől a változástól. Sajnos nem az lett belőle, amit mi szerettünk volna, de mégiscsak valami, mégiscsak lett belőle valami. Hiszen Simon Gáborból lett végül is a Magyar Opera igazgatója. Én egyetemista és középiskolás koromban rendkívüli látogatója voltam, állandóan látogatója voltam az operának, és olyanok voltak, gondolom, akiket te meg Simon Gábor kifogott még, mint fuvolás, tehát a zenekarból biztos emlékszik, hogy Búni Júlia, Trenka Éva, Otrok Ferenc, Vilkovics Kató, Viktor voltak az opera énekesei, szólistái, és hát ezek közül én nem tudom, hogy kivégzett egyetemet, énekszakot, de tudom, hogy Vida azt hiszem, hogy egy zsinagógában volt kántor, Otrokot pedig Aradról hozták, azt az Esztergapad mellől hozták énekesnek, mert így akkor indult a Magyar Opera. Elekacsi koporsokat festett Nagybányán például. Kicsoda? Elekáro. Szilágyi Feri meg szintén ügyáli munkás volt. Szóval, mit mondjak, semmit nem von le a teljesítményükből, de ezek ha elnézem a mai fiatalokat, a tehetséges fiatalokat, óriási a különbség. Főleg azért azt kell mondjam, hogy a balettkarban akkor annak idején hát olyan 40 év körüli nénik játszottak az opera tánckarába. Hát volt Lukács Marika egy rendkívül tehetséges balettes volt, de mellette a többiek elég gyengén néztek ki. Simon Gábornak óriási teljesítménye volt, hogy egy új operát indított el egy olyan útra, ami most azt kell mondjam, hogy nemzetközi szinten is jegyzett a kolozsvári Magyar Opera. Nem tudok róla, de ha tudtok valaki, mondja meg, hogy Európában van-e még egy olyan város, ahol két opera, két nyelvű opera működik. Ez egy nagy eredménye volt annak idején, hogy elindulhatott a kolozsvári Magyar Opera, és Simon Gábornak rendkívüli teljesítménye az volt, hogy megfiatalította, jöttek a gyerekek, a balettkarból eltűntek a nénik, és ha most elmegy valaki és megnézi egy musicalt, akkor azok a balettkarnak a teljesítménye szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy világszínvonalú. Nagyon ügyesen választotta ki a munkatársait, Hari Béla lett a állandó dirigens, Laskai Adrien a művészeti titkár, énekkar. Az énekkarnak a vezetője, akkor Valkai Ferenc foglalkozott a balettkarral, igaz? És Csulak Sándor pedig rendkívüli
ügyes módon a gazdasági életét szervezte a színháznak. Úgyhogy egy egészen új operát és színházat kaptunk, és ha kicsit túlozni akarok, akkor azt mondhatom, hogy Simon Gábor volt az új opera és kolozsvári magyar opera apostola. Azért is merem ezt mondani, mert Simon az egyik apostol volt, a 12 apostol közül egyik Simon volt, akinek távolra sem sikerült annyira a karrierje. Egyiptomban volt, 70 éves korában terjesztette a kereszténységet, de nem volt éppen jó, még ketté fűrészelték. Ehhez képest Simon Gábornak sokkal jobban sikerült az új operának a apostola lenni. Rendkívüli módon a teljesítményeinél mindenképpen meg kell említeni a kétszer megrendezett vezénylő, vagy hogy hívják? Ezekről már mesélek kétszer. Jó, a két versenyről, amit te szerveztél, ugye? Karmesterverseny volt, bocsánat. Igen, kétszer nemzetközi karmesterversenyt rendeztél. Bemutatták az összes Erkelnek az összes operáit bemutattátok. Nyolcat. És nagyon sok kortárs zeneszerző művi mutattátok be, úgyhogy ez az egész opera egy megújított opera volt, ami nagyon híressé tette az akkori igazgatót, Simon Gábort, akinek ezt nagyjából köszönhetjük. Van a könyvben olyan is, hogy nem nagyon értettétek meg magatokat Tompa Gáborral, mert amint csodálkozom, és van egy ilyen mondatod, hogy nem egészen érted, hogy Tompa Gábor miért nem volt jó a színházban, hiszen vagy az operával, hiszen színház az több létezik, több színház van Romániában, de opera csak egy. És azt kellett volna Tompa Gábor, aki rendkívüli módon nemzetközi szintre emelte a magyar színházat, nem tudom, hogy mi kifogása lett az operával, de ezt elmondott te. Én csak a sikereidet szeretném elmondani, hogy nemzetközi szinten is jártátok, sokat voltatok Budapesten, Olaszországban. Ezekről mondjál egy pár szót, mert nagy sikert arattattok a Vigözvegyel, a Denevérrel, és a kolozsvári magyar operába minden operát a saját nyelvén, azt, amilyen nyelven írták, tehát az olasz operákat olaszul éneklik, a Wagner operákat magyarul éneklik, németül éneklik, tehát eredeti nyelven adjátok elő az operát, ami egy rendkívül teljesítmény, és talán ennek is köszönhető, hogy nagyon sok román nyelvű is látogatja az operát, hiszen az operának a szövegét, azt magyarul és románul is én futó vetítéssel vetítik, tehát az olasz éneket is meg lehet érteni. Én csak röviden foglaltam ezt össze, légy szíves, beszélj ezekről kicsit bővebben, hiszen ezek a te tulajdonképpen eredményeit, amit elértél az operánál. Köszönöm, hogy meggyőztél arról, hogy elolvastad a könyvet. Nagy élvezettel olvastam a könyvet. Ez mind a kettőtöknek az érdelme, mert Lános Csaba nagyon jól kérdezett, és te pedig, hogy mondjam, emberarcúan tudtál válaszolni. Amilyen kicsinek néz ki ez a könyvecske, annyira nem is van egyszerű, még egy ekkora könyvet is összerakni. Egyrészt a tartalmat illetően, másrészt meg az oldalak, a szerkesztés, a tördelés. Én nagyon hálás vagyok Attilának, Szisztai Attilának, mert naponta, órákon keresztül tettük-vettük a képeket, a betűket, a sorvégeket, a nem tudom miket, amíg eljutottunk nagy nehezen, a borítót is ők találták ki, és nagyon, nagyon ötletes. Hiszen ha kinyitják a könyvet, akkor látszik, hogy a színháznak a nagy terme
van összességében benne, tehát itt látszanak a székek, meg a színpad maga, meg a lelke is látszik. Úgyhogy nyilvánosan is egy nagy köszönet. Persze Csabával még többször kellett ugye, eszmét cserélnünk. A kérdéseket alapján ő találta ki, ő tette fel nekem, hol szóban, hol többnyire digitálisan. Hát éppen kifogtuk ezt az egy éve tartó járványt. Igen, tényleg. És az lett végül is a munkamódszer, hogy a feltett kérdésre én egyenként válaszoltam, megküldtem, ő belejavított, ő is írt szöveget, én is abban belejavítottam, nem hogy kijavítsam, hanem bizonyos esetleges kibővítettem. Úgyhogy szép lassan összepofosztuk szószoros értelmében a könyvnek a tartalmát, így tartalmilag is, meg formailag is. Mert bevallom őszintén, hogy azért volt egyrészt kicsit könnyebb ezt a könyvet összehozni, mivel közel 25 éve ismerjük egymást, és rengeteget beszélgettünk interjúkon, több interjút is készítettem vele, de azon kívül is rengeteget beszélgettünk, úgyhogy körülbelül tudtam, hogy milyen úton menjek a készítésében. Bocsánat. Mikor eljött a nagy pillanat, miután megjártam a bukaresti próbatételeket, és Horváth Andor jött el, akkor ugye Bukarestben lakott, az operában egy nagy közgyűlés keretén belül, akkor hozta a kinevezést, és tartott egy szép beiktató beszédet. Annak azután rögtön jöttek az első kellemetlen kérdések nyilván, mert én akkor fiatalnak számítottam, hát 45 éves voltam akkor. A társulat úgy elvártam volna, hogy egy új igazgató legyen legalább 60-70 éves, mert akkor van tekintélye. Én akkor egy ilyen üzegő mozgó, futkorászó biciklivel jártam az operába, és ezt nem vették komolyan első időben. Amíg kezdtem olyan döntéseket hozni, és olyan szerkezeti, társulat felépítési átalakulások történhettek, amíg megváltoztatták, hogy mondta Péter is a intézmény arculatát. Ez attól lesz lehetséges, hogy a törvény, amely ugye minden Bukarestől függ a mai napig is, a törvény lehetővé tette egyrészt egy korai nyugdíjaztatást, tehát nagyon sokan, akik akkor már nyugdíj fele voltak, nyugdíjba mehettek, énekkarból, tánckarból, a szólisták is, lerekarból is, nagyon sok, minden távból rengetegen mentek. Emlékszem, a kinevezésem után egy olyan hónapon belül 30 új tagot vehettünk föl versenyvizsgával, akik vagy már diákok voltak, vagy már elvégezték az Zeneakadémiát, de mindenképpen ez egy alapkritérium volt, hogy legyen valamilyen tanulmány, ha még nem is végezték el, de legalább legyenek a képzés folyamatában. Utána még alakultak, tehát a zenekarba is. Bevezettem azt a módszert, hogy periodikusan meghallgatunk mindenkit. Tehát minden zenekari tagot külön, minden énekari tagot külön. A szólistákat nem kellett, mert ők minden előadáson vizsgáznak külön. Ez volt egy ilyen játékszabály, és ez egy darabig éveken keresztül működött is. Ettől tudott helyrerázódni például a zenekarban az ülésrend, hogy ki a legelső hegedűs, meg a legutolsó, a megfelelő rangsor függvényében. Ezt a társulat nem szerette, mert ugye kellett gyakorolni, és ez a lustaság, a tehetetlenségi erő arra vitte zöldüket, tehát egy párukat, nem mindenkit persze, főleg az idősebbeket, hogy voltak morgolódások. Aztán ez a kihallgatás, időszakonként meghallgatás
el is maradt még az én időmben, mert végül is már nem volt szükség rá. Mindenki a helyére került, a tárlatnak meg ugye kialakultak a vezetői, ahogy említetted, ugye a legkönnyebb dolgom a balettel volt, mert ugye ott 17 évig korábban álltam, úgy ismertem a baletteseket, mint a tenyeremet. És az igazgatóval is jobban voltam, és csak úgy jöttek a... Szívesen jöttek, ugye a román fiúk, lányok is, mert ugye engem ismertek az iskolából, és kvázi hazajöttek. Úgyhogy a balettkar volt az első, a legkönnyebben átalakítható, és akkor az volt egy jó ötlet szerintem, hogy Varpai Ferencet ide tudtam csalni, ő Temesváron élt, mai napig is ott él. És ő egy ilyen keménykezű, jó szakember, úgyhogy az egy jó dolog volt, hogy nagyon helyre tette a balettárat. Sokat rendezett is, koreografált is, de elfogadta azt is, ha hívtam külső munkatársakat. Bocsánat. Úgyhogy az énekkar Laskai Adrien, aki nagy szakavatottsággal tette rendbe az énekkart, ez hiányzik a mai napig is, hogy nincsen egy önálló életformája az énekkarnak, hogy ilyen korál koncerteket tartott akkor Adrien. Itthon is, meg külföldön is szerepelt az énekkar külön. A Mátyás templomban Budapesten volt egy gyönyörű koncert, emlékszem 92-3-ban. Ezek nagy dolgok voltak, és nyilván szakmai elítéltet is adtak a tagoknak. A szólisták, tehát az volt nekem az alapelvem, hogy akármilyen lehetséges és akármilyen hangú egy énekes, kezdje az énekkarba. És minden új tag az énekkarba kezdte. És ha akart szerepet, azt megkapta, de az énekkari kötelezettségét azt tovább kellett csinálja, mert 2-3 évig mindenki énekkari tagként kapott szerepeket. A régi szólisták persze, akik nem mentek nyugdíjba és jók voltak, azok voltak, azok maradtak. És így szép lassan a szólista gárda is átalakult. És így minden szólista, aki az én időben oda került ebbe a státusba, meg volt, még mielőtt szólista lett volna, meg volt már egy színpadi mozgás ismerete, a háznak a ismerete. Nagyon nehéz dolog valaki szólistaként egyből odalép a színpadra, ott a zenekar, ott a fény, ott minden jövés, menés, a rendezés. Ezt ha az énekkarba szép lassan megszokja, akkor ez sokkal könnyebben fog egy életen átmenni neki. Hát akkor én nem szeretném elmesélni, el kell olvasni ezt a könyvet. Ugye voltak, ahogy említetted, a rendszeres turnék, külföldi turnék. Nem maradtak el a belföldiek se, most egyre ritkábbak sajnos, de akkor rendszeresen jártuk, ugye elsősorban Székelyföldre, Vásárhelyre, Csíkba, Szentgyörgyre, Gyergyóba, Váradra. De 94-ben kezdődött az a sorozat, amikor egy Giuseppe Visiglia nevű olasz, inkább vállalkozónak mondanám, mint rendezőnek, de nagyon nagy operapárti volt, és tanult ő valamit a nyugati opera életből. És felajánlott nekünk egy 3 hónapos turnét Olaszországba, vagy 25 városba, északtól délig, egyfolytában úton voltunk, száradából ki, száradából be, gyönyörűbbnél gyönyörűbb színpadok, meg nézőterek be, meg ki. Hát a legkisebb városkában is olyan gyönyörű színpad, meg nézőtér van, hogy leesik az ember állat. Ezeket végigjártuk. Nem, a könyvemben se soroltam fel azokat a városkákat, nagyvárosokat is. Tehát Róma, Milánó, ezekben Nápoly, ezekben mind heteket ültünk. De voltunk lent egész délen, Gallipoli, Lecce, meg fönn Torino,
volt egy olyan is, hogy Lecségből Torinóba kellett menni, egyik este így jártunk, másik este 1300 kilométert utaztunk. Nem ez az olasz menedzser volt, aki a színpadnak a kellékeit nem küldte vissza? Ez már egy harmadik közös munkálkodásunk. Elég jól megkárosította az operát. Igen, hát ez így van. De nyilván utána megszakadt a kapcsolat vele. Tehát az van, hogyha már szóba hoztad, hogy egy ilyen együttműködés után ő valahogy lespórolta a hazautaztatás, diszleteknek a hazautaztatási költségeit, és mondta, hogy pereljen be, mert ugye felvette vele a kapcsolatot, hogy mi van, hol várjuk a diszleteket haza, az érzésben benne volt, hogy mit állnak ők, és mit állunk mi is, ki mit fizet, határidők. Benne volt, hogy az előadások után a diszletet a helyszínre hazaszállítatja. Na, ez nem történt meg, tetemes kárral járt, persze azt mondta, hogy tereljen be, mert úgysem fogom megnyerni, mert az olasz törvénykezés úgyis neki fog igazat adni. Ez egy ilyen olasz módra történt szakítás volt. Érdekes, hogy a pasas azóta is Romániában él, megszokta az itteni életet, Galac mellett van valami szállodája, meg nem tudom, megvan. Azt hiszem új családot is alapította, nem tudom, hányadikot. Egy ilyen dőzsölt, kedves, szimpatikus volt tulajdonképpen, de alapmestersége egy szélhámos volt a pasas. De azért én hálás vagyok, azért a 4 hónap, meg utána még 1 hónap, meg utána még, az fantasztikus volt. Igen, parancsolj. Nem tudom megállni, hogy ne kérdezzek tőled valamit. Az emberek, tessék megnézni ezt a könyvet. Rajta egy nagyon jóképű, intellektuálnak a arcképe van. Egy jóvágású fiatal, nem 60 éves, hanem 40 éves igazgató voltál. Előtte 10 nem tudom hány évet a Balettintézetnél húzták ki, mint korrepetitor. Hát ezelőtt 2 évvel volt divatban ki. Egy ilyen jóképű pasast nem zaklattak a fiatal lányok, vagy a Balettintézetnél, vagy a balerinák az operában. És nem merem megkérdezni, mert itt van, jelen van a feleséged, de igaz az, hogy egy opera igazgatónak a világon, nem a magyar operára gondolok, de egy a világon létezik egy szereposztó divány, ahol az igazgató ott ossza el a jó szerepet. Hát gondolom, hogy ez rád nem vonatkozik. Ez most nem tudom, hogy bóknak vegyem, vagy rossz véleménynek. Tudod, segítek valamit. Egy nagyon jó anekdotát. Nem arrég hallottam, hogy Laurence Olivier, a híres színész, aki egy Hamlet filmet készített, ő a főszereplő, és Jane Simons benne Ophelia. Ez egyik talán a legjobb Hamlet film. És megkérdezték tőle az újságírók, hogy ez egy olyan zavaros a kapcsolat Hamlet és Ophelia között. Volt-e szexuális kapcsolat Hamlet és Ophelia között? És mosolyogva a Laurence Olivier azt válaszolta, hogy hát a Shakespeare darabban nem, de az igazgató a Globe Színházban természetes, hogy volt. Anekdotának is jó. Ez nem lényeges, csak egy kicsit akarom, hogy mondjam, érdekesebbé tenni. Gondolom, hogy... Nem voltam egy... Szereposztó divány, Kötő Jóskától is megkérdeztem a színházban, hogy a szereposztó divány az létezik, vagy ez csak ez egy olyan szimbolikus valami? A vigyalatosságom első hetébe már kértem a gazdasági igazgatót, hogy vegye be a költségvetésbe egy szereposztó diványnak megvásárlását. Ez tényleg egy szimbolikus dolog, az igazgató irodában kellene egy szereposztó divány. Volt szereposztó divány. Én, ha voltak is ilyen kalandjaim hölgyekkel, azt
ellenben nem ott végeztem el. Tehát nem a szereposztó divány. A szereposztó divány többnyire arra használtuk, hogy mikor megbeszélések voltak, hogy a társadalom tagjai, akiket meghívtam, legyen hova üljenek. A hölgyekkel máshol találkoztam, ha találkoztam, de azért én rendes fiú voltam. Ahhoz képest, ami tényleg igazad van, hogy a kínálkozó alkalmak azok végtelenek ilyenkor. Főleg, amíg az ember fiatal meg. De az ilyesmi mindig másokkal esik meg, nem? Igen, a szóval forgó szereplők azok kivételek. Nem, ez csak mellékesen, mint. Benne van a pakliba, ahogy mondja. Benne van a pakliba. Én nem mondom, hogy nem történtek ilyen dolgok az operában, meg hát a balletsúlyban is. De most azt még megkérdezni tőle, én nagyon szimpatikus volt, és nagyon örvendtem, hogy amikor nyugdíjba vonultál, akkor a aligazgató búcsúztatott. És az aligazgató át is vette a stafétát tőled. Ez egy olyan gesztus, ami elég ritka, általában fúrások jönnek, vagy valaki ejtőernyőst tesznek új igazgatónak. Te, minthogyha kiképezted volna a saját utódodat, és nagyon szépen búcsúztatott. Annak ellenére, hogy itt is van egy olyan mondatod a könyvbe, hogy jól dolgoztatok, de volt néha mosolyszünet is köztetek. Nem tudom, főleg azt kifogásoltad, hogy nyugdíjazásod után az igazgató, az új igazgató nem vett igénybe, nem kért meg valami olyan munkára, ami méltó egy volt igazgatóhoz. Van egy olyan mondatod, ami nagyon megmaradt bennem, hogy ha egy alkoholista abba kell hagyja az italozást, akkor reszket a keze. Neked a lelked reszketett, amikor abba hagytad az opera igazgatást, és szeretted volna, hogyha még valamivel néha megkérnek, hogy segítsél, hogy tanácsot adjál. És talán ezt Szép Gyula, aki szintén nagyon tehetséges, és szintén tovább vitte ezt, de van egy ilyen mondatot, hogy nem vett igénybe, és egy kicsit keserű szájízt hagyott neked. Ez számomra is egy lejtély, hogy miután tényleg 20 évet együtt dolgoztunk, jól. És nem róla mondom a könyvben a mosolyszünetet, hanem semmit. Mert Zuzival nem volt mosolyszünet. Olyan volt, hogy akkor kapott RMDSZ-es elég magasabb a megbízatásokat, és akkor egy-két évig szünetelt a jelenlétet. Tehát felmondott kvázi. De mindig visszajött, és ami nekem furcsa, és ezt most elmondom, az volt, hogy mikor én magam döntöttem arról, hogy abba hagyom 20 év után, akkor még 19 volt, de 20 lett belőle, és pont ez az egyik érdekes dolog, hogy mondtam Gyuszinak, hogy de ő már aligazgató volt, hogy ugye folytatott, sőt ő nem, akár kijön igazgatónak, ő szívesen marad aligazgató, segít neki, de ő nem akar igazgató lenni. Punktum. Jó, nem akar, nem akar. És akkor már készítettük ugye ismerős körökben, hogy híres állt annak, hogy én abba akarok hagyni, és jöttek hozzám is olyanok, akiket érdekelt volna ez a szakma, ez a pozíció, és várták, hogy mikor lesz versenykiírás. El kell még mondjam zárójelbe, hogy az alatt a 20 év alatt a körülöttünk lévő operákban mindenhol szinte évente változtak az igazgatók, mert olyan hangulat volt a szakszervezet, tehát a kvázi ellenzék, ha politikailag fogalmazunk, ezeket az igazgatókat Jászba, Bukarestbe, a Kolozsvári Román Operába, még talán Krajován is, meg nem tudom hol van, mi ott van még opera, egyfolytában kiutálták ki, addig mind piszkálták az igazgatót, amíg el kellett hagyni az intézményt. Ezt az Örcsa igazgató, mert is volt, az én búcsú koncertemen, ahova felkértük, hogy ő is vezényeljen egyet, és utána elmondta, hogy ő volt ugye egyik
áldozat ennek a furcsa szokásnak, hogy az igazatokat elkergetik az igazgatói székből. És mondta is, hogy ez egy ritkaság, ez unikum egyenesen. A Gyuszi az volt a... Tehát ő azt mondta, hogy nem szó sincs róla. Akkor megtörtént ez a nagy, gyönyörű szívet facsargató búcsúkoncert, ahol volt egy pár hangos meghívott, többek közt az akkori miniszter, pont a Kelmen Hunor volt, az RMDS mostani elnöke, akkor még nem az volt, és egy gyönyörű beszédet mondott ezen alkalommal, és ő lett volna illetékes, aki 120 napon belül elküldi nekünk azt, hogy egyrészt meghirdeti az állást, mert oda tartoztunk a minisztériumot, másrészt meg én megkapom az elbocsátó szép üzenetet, hogy költőjén fogalmazzak, mert addig csak nekem volt aláírási jogom. És itt jött az, hogy egy kerek esztendőt kellett várni arra, amíg ez az elbocsájtó szép üzenet megérkedett, addig én kínosan naponta ugye bejártam az operába, mindenki megkérdezte tőlem, hogy mit keresek meg ott, hát hiszen el vagy búcsúztatva, mindenki könnyekig meghatódott a búcsú estende, azt hitték, hogy ennyi. És nekem borzasztó kellemetlen volt ez. Ennek a hátterében nyilván ez alatt győzhették meg a mostani igazgatót az RMDS-ben, hogy mégis vállalja el ezt az igazgatóságot. Én erre gondolok. Mert annyira törvénytelen volt ez az év húzavona, annyira szabálytalan, meg az, hogy nem volt egy tényleg nyilvánosság előtti versenyzsiga. Én örvendek, hogy Szép Gyula lett az igazgató, de a módszerben én szerintem nem is ő a hívás, hanem Hunor. Ez nagyjából a könyvben is elmesélem, nem ennyire megnevezve a szereplőket, de hát itt elmesélem, elmeséltem. Ez a mai napig egy sérelem, és hogy utána, amikor Gyuszi tényleg megkapta a kinevezést, és tényleg én elmentem hozzá az irodába, és mondtam, hogy na, nagyszerű, örvendek mégis. Arra nem kérdeztem rá, hogy miért van ez, hogy azt mondta, hogy semmiképpen nem vállal. Igazgatóságot is mégis elvállaltam, mert nyilván éreztem, hogy ez kínos lenne, de azt kérdeztem, hogy nem valamit a Csulakkal annak idején, meg a főkönyvelő asszonnyal, a Bóvis Viorikával is megbeszéltük, hogy ők tartják a hátukat, hogy valami proforma tanácsosi vagy, mondtam én, hogy kapusi vagy bármilyen beosztást elvállalok, hogy legyen egy folytonosságú. Na hát nem. Azt mondta, hogy nem. És tényleg nem, azt hittem, hogy viccel. Nem, mondta nekem így, hogy nem. Azt kell mondjam, hogy egy nagyon érdekes és nagyon változatos és nagyon nehéz politikai helyzetben kihúzni 20 évet egy új intézménynek a igazgatói tisztségében, amikor naponta változtatott a miniszter, a államtitkár és a különböző szerint. Nem egy lakodalmas menet, nem egy leányállam igazgatónak lenni, pedig nagyon sokan irigyelték ezt a posztot. És felteszi neked a kérdést Nános Csaba, hogy milyen elismerést kaptál te ezért a munkáért? Jó. És keserűen azt mondod, hogy semmit. Na mostan... Hát kaptam a társulattól, itt van ez a gyönyörű, mindenki által aláírt, ezt majd lefilmezzük külön. Ez egy kedves dolog. Mindenkinek a neve ott van, ezt én bármikor csámcsokba nézegetem otthon. Ez a legnagyobb kitüntetés. És jó pár évre rá javasoltam a mostani igazgatónak, hogy avasson ő is most már ide egy pár örökös tagot, és mondtam neki, hogy legelőször engem, mondtam neki. Ja, tényleg jó. És akkor itt van ez az örökös, ezt majd megmutatjuk. Örökös tagság. Akkor már hivatalos. Úgyhogy ez volt ez a nagy elismerés, amit kaptam a várostól,
semmit, a minisztériumtól semmit furcsamot, pedig az akkori miniszter ugye pont a Kelemen Honor volt, akivel nagyon jó barátok vagyunk. Nem, ez elfelejtődött. Biztos tudod, Maklári Zoltán egy elég nemes magyar színész, régebben mindig gazdatisztet vagy Gyávor Pálnak a lakája, vagy ilyen szerepeket játszott, de arról híres, hogy van egy mondás, hogy a kitüntetéseket nem kapjuk, hanem azt adják. Hát egyetlen egy kitüntetésre kaptál egy olyat, hogy a kisebbségért, Igen, kisebbségért kért egy hívat. Ezt a magyar miniszterelnök hivatalon. A magyar államtól kaptad. Ezt is a magyar államtól. Tehát. Most azt kell neked mondjam, hogy nem, régen olyan volt, tehát a kommunista rendszerben például a becsületes emberek visszautasították, ha akartak kitüntetni, meg kitüntetést visszautasítani, nem egy ildomos dolog, inkább úgy kell viselkedni, főleg egy olyan rendszerben, amit nem szeretsz, hogy ne is ajánlják fel neked a kitüntetést. Ebben az átmeneti helyzetben még biztos nagyon sokat örököltünk abból a nyelvű rendszerből, ami 40 évig volt a nyakunkon, de neked a kitüntetés tulajdonképpen a teli nézőtér és az a megvalósítás, amit a Magyar Operában végeztél, és tényleg az, hogy mindenki aláírta az örökösítő tagságot, ez egy nagyon szép búcsú lehetett. Több olyan énekes, aki a Kozsvári Operánál kezdte a pályafutását, nemzetközi karriert futott be is. Igen. Ezekkel még tartod a kapcsolatot? Persze. Valaki hálás neked, hogy... Nem kérdeztem rá, hogy hálás ezért, de van egy pár menő volt kolléga, aki szintén a Kósba kezdte nálunk. Ugye elsősorban Szabó Bálintot említem, aki a németországi, már nem biztos melyik városban van végleg, de járja a világot, remek basszista is. Nemrég nálunk is énekeltek éjszakával a Herceg-Bárát. Akkor ott van Kisbé Attila, ugye, aki szintén egy remek tenorista is, Budapesten az Operaházban minden szerepet, amit lehetett, leénekelt. Most ő is abba hagyta, és furcsa volt számomra, érthetetlen módon, de ő is igazgató lett az Operett Színházban, ő tudja. De ezek tényleg ilyen... Na most már az az igazság, hogy 89 után az énekeseknek nem kellett elhagyni az országot ahhoz, hogy imitamot énekelhessenek, hanem... Vendégszereplésre mentek. Ehhez nyilván a vezetőség már, mint az én beleegyezésemet is meg kellett kapják, de azzal a tudata, hogy úgyis visszajönnek, mert miért ne jönnének, mert családjuk van itt, meg egyáltalán itt van a hazájuk. Ma is vannak ilyen jövőmenő énekesek. A legékesebb ezek közül a Kele Brigitta, aki még a Metropolitanbe is eljutott. Úgyhogy ezek valami örömmel töltik el a lelkemet. Jut eszembe, teljesen véletlenül volt nekem egy osztálytársam, akinek az öccse úgy nézett ki, hogy rendkívüli jó hangja van és karriert fog betenni. Árizert Csabáról van szó. Mi lett vele? Úgy eltűnt, hogy az nem... Árizert Csaba, ez egy kedves kérdés, örömmel válaszolok. Árizert Csaba 90 után nem sokkal megkeresett, énekelt nálunk Napukolt, meg Simon Bocanegrát, meg kötődött hozzánk. Próbáltam rávenni, hogy szegődjön hozzánk, ő akkor lehetőséget kapott, hogy a budapesti operaházhoz szegődjön. Nagyon sok turnéra eljött velünk, és a budapestiek számára is, meg számomra is érthetetlen módon egyszerűen kiszállt a szakmából. Senki nem tud róla sem. Én úgy értünk, de ezt nem mondom. De pedig rendkívül érdekes hangja volt neki. Gyönyörű. Rendkívül. Ilyen mély basszus volt. Igen. Hát igen, de 80 éves. Legalább. Nem. Hát de
Hát, nem, éves, éves, nem is 80 éves, mert a bátyja volt meg, Ágyzer Csaba, aki mai napig is lelkész, és szolgáló lelkész, Ágyzer Csaba, nekem osztálytársa volt. És Csaba az énekes. Csaba az énekes. Csaba az énekes, bocsánat, Ágyzer Zoltán a bátyja, az volt nekem az a lelkész, osztálytársam Csaba vagy 6 évvel fiatalabb. Igen, nálam is fiatalabb valamivel, nyilván még már nem minden kellene amúgy se, de egyszerűen nem jött meg, így sehol. Nem tudom, talán Temesváron van. Hiányzik nekünk, nekem legalábbis olyan esetek is voltak, mikor már gyakran jártunk Budapestre 90-es évek elején, ő már ott volt státusban, és valami dolgom volt Budapesten, és tudta, hogy jövök, sose volt pénzem, és ő akkor már jól állt. És olyan is volt, hogy autóval mentem, és az alagúton mentem, tehát Budán kis, ott az alagút mondta, hogy ott lesz. Kezembe nyomotta egy 20 ezer forintot, és menjél tovább, menjél, ennyi. Tudta, hogy meg akkor jöttem, neki van pénze, adott napi díjat neki, van a Rediből. Technikus segítségével kiderítettem, hogy 78 éves. Mit mondják neked? Nagyon sokan vannak, vagy vagyunk, akik kitüntetést nem kaptunk, és a megtett munka öröme leszem az a legnagyobb kitüntetés, és az eredmény. És te erre büszke lehetsz, hogy olyan útra indítottad el a magyar operát. Hát én meg kell, az még egy nevet említsek azért, akiknek én köszönhetően tényleg ezt a 20 évet le tudtam zongorázni idézőjelben. Ugye említettük a Kiza Ágnest, a Csulok nevét, meg hát végül is a Horváth Andorét. De nagyon sokat segített továbbiakban is, tehát későbbiekben is a Demény Attila nevű kollégánk, aki rendező, főrendező volt az operában, nemrég meg nyugdíjba különben, mai napig is játsszák egy pár nagy hírű rendezését. Most sajnos beteg, de még megvan, köszönjük szépen. És én neki sokat köszönhetek, rengeteget veszekedtünk, az biztos, de azért rengeteg mindent neki köszönhetően tudtam megoldani. Említetted, hogy az elején Kötő József is sokat segített, aki akkor már a Magyar Színház igazgatója volt, illetve valamikor már később aztán Tompa Gábor lett az igazgató, akivel hát mondom, nézett eltérései voltak. A búcsú koncerten nem tudott személyesen Kötő Józsefre jelen lenni, de küldött egy levelet, amit Szép Jussi fel is olvasott, amitől én elbőgtem magam. Olyan szépet írt nekem végül is. Nincs benne a könyvben se, de a lelkemben benne van. Hát lassan a vége felé járunk, az időnk lassan leteik. Ha valakinek még lenne valami kérdése, akkor tegyük fel. Ha nem, akkor én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha a romániai magyarság, vagy a miniszterek, vagy a román kultúrminisztérium nem adott neked semmiféle kitüntetést, vagy elismerést, akkor maradj azzal az érzéssel, hogy ha nagyon sokan megszerették, és nagyon sokan járnak az operába, és egy világszínvonalú operát hoztattak létre, élvezett nézni és elmenni manapság egy opera előadásra. Én tudom, hogy a nyugdíjas korodban visszatértél a régi szerelmet, ez a tájfutásra, nem mint futó, hanem mint pályarendező és szervező, és olyanokat is, hogy több százal jöttek egy versenyre, és azokat elrendezted úgy, mint egy igazgató, jó szervező képességgel rendelkező igazgató, erre is képes voltál. A sporttevékenységedet se ismerték el, a feleséged viszont sportmester, ha titulusa van, ha jól emlékszem, úgyhogy a családban van egy sportmester.
Hát létezik ez a Kolozsvár Társaság, aki minden évben kiad egy olyan oklevelet, ami sajnos csak a levél, mert pénzünk nekünk sincsen. Legutoljára Urai Zoltánnak adtuk ki azt a címet, hogy Kolozsvár büszkesége. Én a legközelebb, ez úgy történik, hogy javaslatokat kapunk, és akkor a vezetőség titkos szavazással szavazza meg. Én annyit tudok ígérni neked, hogy a következő esztendőben én téged foglak javasolni. Ha megszavaznak, akkor annyit tudunk, hogy Kolozsvár büszkesége címet és egy gyönyörű szép oklevelet, és talán még egy ilyen beszélgetést fogunk. Hát előre is köszönöm szépen, ez a legkedvesebb dolog, mikor tényleg a körülötted lévőknek az elismerését tudod élvezni, nem a hatóságait. Ez sokkal emberibb, úgyhogy előre is köszönöm szépen. Állunk elébe. Úgyhogy köszönjük szépen a megjelenést, és kívánok neked jó egészséget, további még jó esztendőt, nem, ha 76 éves vagy, mit mondjak, szeretnék én még csak 76 éves lenni, úgyhogy nem vagy egyáltalán idős, még előtted áll az élet. Nagyon sok mindent lehet csinálni időskorban is, de köszönöm, amit tettél, amit még fogsz tenni, és köszönöm a jelenlevő Szikszai Attilának, Mános Csabának a közreműködést, köszönöm Csivi László frissen kinevezett igazgatója a Bolyai Tudományi Egyetemen, a Film és Média Intézet igazgatójaként. Kötöttünk egy szerződést velük, hogy a hallgatói fognak operatőrként közreműködni a Kolozsvár Társaságnak, hiszen sajnos az egyik legjobb munkatársunkat, Eszig Jóskát a koronavírus elvitte, még nincs egy éve, hogy elhunyt. És a gyerekek, akik itt vannak, Debre Dávid József, Csont Orsolya, Dézsi Remeka, nekik is köszönöm, és adjátok át köszönetemet Csivi László igazgató úrnak. Így tudjuk mi összehozni, mert nekünk is az eklézsia nagyon szegény, a Kolozsvár Társaság. Nem tudunk fizetést adni az operatőröknek, úgyhogy köszönöm szépen a megjelenést, köszönöm szépen még egy a társaságunk mindenesének, aki a szervezésben nagyon sokat, és a plakát tervezésben is közreműködött, Veres Enikőnek. Azt hiszem, hogy ez a mai felvétel élvezetes lesz, ezt feltesszük a világhálóra, és bárki, aki a világon megnézheti a YouTube-on, hiszem, remélem, hogy örömmel és élvezettel fogják nézni ezt az előadást is. Köszönöm szépen! Köszönöm!